áll az ige a te szádban és a te szívedben? Mégpedig milyen ige? A hitnek az igéje. A hit örömhíre. Az az ige, ami örömhírt hoz neked. Nem minden, nem a törvény van a szádban és a szíve, hát is úgy működik amúgy, de nem ez fog életet hozni, nem ez fog üdvösséget hozni, nem ez fog áttörést hozni, nem ez fog gyarapodást, prosperálást és gazdagodást, növekedést, szaporodást és sokasodást hozni, hanem a hit igéje, a hit beszéde, mert azáltal működik és hatalmas erőkkel és jelekkel adja a Szent Szellemet, ahogy a Galata 3:5-ben volt benne. A hit igének a hallása után a megvallása által. A mondás az, hogy a szádban forgatod. És édes, az, ami nem édes a szádban, azok az ígéretek, azok nem ígéretek, az nem méz, az nem az új szövetségnek az igazsága. Amen? Méz édes a szádban, és keserű a szívedben, a gyomrodban. De a szívedben, mert ott emésztődik. És akkor már nekem nem kell, nekem annyi kell, hogy egyet. És az emésztés, az nem savak, ugye oldják és bontják, és emésztődik, az természet, az már nem tudatos, hanem tudattal, de az vegetatív vezérlésen működik. A szellemiben is ugyanígy működik. Neked a fontos az, hogy egyed az igazságot. Vald meg az áldásokat, vald meg az ígéretet. Halleluja! Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, életre támasztotta fel őt, helyetted halt meg, és érted támad fel, hogy amilyen ő olyan, hogy te is feltámadt életneben járjál, akkor üdvözülsz. Nem azért, hogy mész a mennyben, hanem az üdvösség a szózó szó a görögben. Minden szinten áttörés, minden szinten gyarapodás, minden szinten előrehaladás és gazdagodás lesz az osztály részetek. Amen? Ez az üdvösség. Nyilván ebben az is benne van, hogy mikor kiköltözünk ebből a testből, az Úrhoz költözünk. De ez csak egy kis részlete. Amen? Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk. Szívvel hiszünk, hogy az valahogy átjöjjön, az igaz legyen ránk és belénk legyen fektetve. Amen? Szívvel hiszünk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk, hogy áttörjünk. Miután te megvallottad először második lépésként, utána, amikor is már lement a szívedbe, honnan tudod azt, hogy valami a szívedben van, vagy nem a szívedben van? Mikor még gondolkodsz rajta, mikor még racionális feedbackjeid, hogy ezt visszhangjaid, visszacsatolásaid vannak, akkor még itt van, ezen a szinten. Mikor már nem gondolkodsz rajta, akkor már lement a szívedbe. Mikor tudod, meg vagy rajta győződve, hogy ez mondja az igen. Értitek? Le lehet buktatni, még mindig egy ilyen utógondolat, és de biztos. Akkor még itt van a fejben. Fej racionalizál, fej gondolk, a szív az hisz. Amen? A szív az hisz, megint a kulcsigig, nem egy szív bunker, ez a hely, ahol az Úr szeretetében hiszünk. Az ő életünk való szeretetében hiszünk. És ebben el vagyunk rejtve, be vagyunk fedezve, és semmi nem tud innen kirobbantani. És abban növekedés, gyarapodás és szaporodás van. Mint a bárkában. Semmi nem tudta az állatokat, a tisztát és a tisztátalant egyaránt kirobbantani a bárkából. És bármilyen földmozgás és földcsuszomlás és özönvízszerű világkatasztrófa volt, nem tudta kimozdítani azokat, akik a bárkában voltak. Halleluja! És bent mi történt a bárkában? Mindenből kettőt kellett vinni. Mindenből kettőt kellett vinni, egy férfit és egy nőt, egy hímet és egy nőstényt, mert azáltal szeretni fogják egymást, és növekedni fognak, sokasodni fognak, és gyarapodni fognak. Nem Noé találta ki, hogy mindegyikből kettőt, hanem az Úr. És nem Noé találta ki, hogy szaporodtok és sokasodtok, megáldotta a legelső áldása az egész teremtett világot. Értitek? Mikor benne voltak biztonságban, a bárkában, a bunkerben. Amen?
Halleluja. Tehát már harmadik lépés a hit megcselekvése. A legkisebb cselekedet az a beszéd. Mikor már hiszed, mikor már nem kérdés, mikor már nem racionalizálsz. Tudod, vannak már közül, akik tudják, hogy meggyógyultak, nem csak tudják, hanem hiszik is, hogy meggyógyultak az Úr Jézus Krisztus sebei által. Na nem kérdés, de tényleg, amíg visszajött, de tényleg, addig még csak itt van, amíg visszaökletezted, és megint visszajött a fejedbe, akkor nyom le megint a szívedbe. Hogy te meggazdagodni az ő szegénység, de nem ezt látom, akkor már megint itt van a fejedbe, visszaökletezted, nyomd le. Vald meg, nyerd le, edd meg az igét, az nézd édes ígéretet. Amen? Amíg már nem jön vissza, az a kaja épül be, ami nem jön vissza. Az a hitbeszéde teremt gyümölcsöt, ami nem jön vissza a gondol racionális szintre. Ami visszajön, az nem fog gyümölcsöt teremni. Kérőzni kell az igén. És azért mondom, ez a visszaöklendezés, ez nem egy undorító dolog. Ez egy bibliai dolog. A kérődés, a szellemi kérődés, ezt mondják, ezt hozzak azokban, hogy meditálni az igény. Meditálni azon, mert lehet, hogy nem elég egyszer lenyelni. Nem ezen a bárány, a marha, ezek kérődző állatok. Lenyomja a kaját, visszaöklendezi, megint megrágja, megint lenyomja, megint vissza. Amíg le nem megy az egész. Amíg már vissza nem jön. Világos ez? Ez a kérdés. És ez tiszta dolog. Tiszta állatok azok kérdők a Bibliában javarészt. Nem tudom, hogy az összesen, de ez jó dolog. Mert épített. Na ugyanígy kell ezeket az igazságokat kérdezni. Miért? Már 11:22-23. Szívedben hiszel. És nem kételkedsz. Nem jön vissza, nem öklendezik, kételkedni az agyaddal kételhetsz. Nem öklendezed vissza, már. És azt mondod ennek a hegynek, mit csinálsz? Már mondod, már a hit cselekedetét teszed, nem a emésztést, hanem a cselekedetét kihirdeted. Nem megvan, hanem kihirdeted hitáltal. Mondod ennek a hegynek, és ugorj a tengerbe, meg lesz az nektek. Amen? Meg lesz az nektek. Szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk megvallást az üdvösségre, az áttörésre. Amen. Szívedben hiszed, és nem kételkedsz. De itt van a király tisztviselő. Kételkedett abban, amit Jézus mondott? Úgyhogy csak másnap délután ért haza? Nem. Elment a dolgára, meg nem kételkedett. Mert a hit cselekedetek nélkül el van választva a fizikaitól. Ezt jelenti, hogy halott. Mikor a hit csak a szívedben van, az még egy szellemi igazság. Azt át kell hozni a fizikaiba. Amen? Amíg csak hiszed a szívedben és nem mondod, addig nem lehet áthozva a fizikaiba, láthatóba, a hallhatóba. Addig csak egy igazság, ami igenis, amen, csak nem jön át. Halott, nem működik, nincs, nem tud hova kapcsolni, nincs meg a hit, el van kezdve az egyik oldalról, amelynek az oldaláról, amelynek a partjáról a hit, csak a másik oldal nincs, hova le legyen támasztva. Értitek? Vannak ilyen hidak fel a Londonban, hogy felemelkedik, ugye a London Bridge, a Tower Bridge is egy ilyen, felemelkedik. Mindakit, amíg az össze nem él, addig nem lehet azon, amíg nem találkozik a kettő. Na, a fizikaiban akkor találkozik a hit, mikor mondod. Már nem megvallásként, hanem kihirdeted. Mondod ennek a helynek, hogy ugorjon a tengerbe. Mondod annak a láznak, hogy takarodjon ki. Mondod annak, annak az üzleti dolognak, hogy jöjjön be az életedbe. Mert már hiszed. És akkor itt van, hogy mondod, amikor lenyomod, akkor is mondod, amikor hirdeted, akkor is. És ezért nem kell aggódni, hogyha kérdettem és nem jött át, akkor még nem volt hit benned, de nem hátrányodra, ahogy mondtad, hanem megint csak a kérdésnek a folyamatában még erősíted, még többet nem észed, még többet építesz belőle. Amen? Ez a harmadik lépés, a cselekedet. A hit cselekedetek nélkül halott.
De ugyanígy nem kell elragadni, hogy csak a mondás, csak a mondás. Mikor te hitben vagy, elmondtad már, kihirdetted, és olyan helyzet alakul ki a környezetben, esélyed van arra, hogy úgy közlekedjél, hogy úgy lépjél ki, hogy úgy tedd a lépéseidet abban az irányba, amiben a hited áll. Ezt nem tudom, hogy mondjam ezt másképp. Érted? Nincs az autóba, ősz az autóba, arra áll. Egyesben van, de már hitben vagy. Hitben vagy. A cselekedet abban az irányba, és szabad a pálya, nyom rá a gázra. Tegyél lépést abba az irányba. Péternél is. Ott volt a fizikaiban. Ő nem mondta, ő csinálta. Bedobta a hálót. Hálót, fizikai hálót dobott be. Nem ilyen szellemi hálót dobott be. Szellemi hálót dobott be, mert a fizikai nem működtek. Nem ez nem volt a gond? Ugyanaz a fizikai háló volt, ami először nem működött egész éjszaka, itt meg elsőre működött. Ugyanaz a háló. Csak itt Jézus beszédére, az evangélium hallására hit